Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! Nagy-nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy ilyen bensőséges, szép ünneppel ünnepelhetjük a közösségnek azt az erejét, titkát, hogy együtt ünnepeljük azokat, akik szolgálatunkkal, a hétköznapi életükkel hozzáadnak a közösség életéhez, azt gazdagítják. Mindegy, hogy ki milyen lélekkel, szívvel van itt jelen, akár legelőször, akár úgy érzem, hogy semmi közöm az egyházhoz, de hát a tükedély miatt eljövök a templomba. Ez a szabály, a nagyfőnök kiadta, szentmisével kezdjük, fakultáció nincs. Valahogy kibírom, túlélem, sokan túlélték már, tehát nyugodt legyen. De higgyen benne mindenki, hogy itt és most Isten szeretettel lát bennünket, és készített ajándékot. Nem csak a kitüntetetteknek, hanem mindenkinek. Ezzel a tiszta, szabad, jó lélekkel leszünk jelen, akkor gazdagabban, ünnepibben, emberibben fogunk tovább menni. Gyuna, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök, Thank you.
Mindenhat örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Egykor megalázta az Úr Zabulon földjét és Neftali földjét, de az eljövendő napokban megdicsőíti majd a tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy újongással töltöd el őket, kitörő örömöt adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Ez az Isten igéje. Istennek legyen áldva. Belőletek, testvérek, hogy pártokra szakadtatok. Arra gondolok, hogy akadnak köztetek, akik azt mondják, én Pállal tartok, én meg Apollóval, én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Vajon Pált veszítették értetek keresztre, vagy Pál nevében keresztelkedtetek meg? Krisztus engem nem keresztelni küldött, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot, de ne bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. Ez az Isten igéje. Thank you.
Amikor Jézus meghallotta, hogy keresztelő János fogságba vitték, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumba telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott. Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája. A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fényvirrad a halálvonában, s árnyékában ülökre. Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett, ezt hirdette: térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. A galileai tenger mentén járva meglátott két testvért, Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket. Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt. Amint onnan tovább ment, meglátott másik két testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot, és testvérét Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot, és az apjukat, és követték őt. Jézus pedig bejárt egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet. Ezek az evangélium igéi. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Szerintem a karmester úr kiadhatna a parancsot, hogy lazítson, az, hogy el szabad fordulni. Tehát, hogy aki úgy láthatóan, aki szeretne látni, bár lehet, hogy nem annyira borzasztó, ha látja az ember, csak hallja, nem tudom, hogy milyen élmény lesz ez. Sajnálom nagyon, hogy itt végig kell állni. Óriási hosszú beszédet kell mondanom, azt mondták, hogy 30 perc alatt nem lehet. Igyekszem majd túlélésre dolgozni. Néhány képre szeretnék ránézni, ami ezen az estén olyan gyönyörűen elég tár, amelynek mély üzenete van. Elhangzik egy szó, hogy térjetek meg, és ebben mindig azt gondoljuk, hogy valami ilyen vallásos, meg ilyen valami különleges dolgot kell tennünk. Jézus a Jordán vidékén tanít, a Jordánban előző képekben ott benne van, amikor ő keresztelő Szent Jánosnál megkeresztelkedik. És keresztelő Szent János a Jordánnak egy különleges pontján tanított, keresztelt, alámerítés történt. A Jordán a világ legsósabb tengerébe folyik bele, a Hold tengerben. Ott nincs élet. Néhány baktérium talán él. És az a hal, amelyik elindul a Jordánon lefelé, és úsznak lefelé, halak, mikor megérzik a sónak a valóságát a Jordánban, akkor van egy pont, ahol még vissza lehet fordulni. És ahol keresztelő János tanított, élt, ahonnan Jézus indul, ez az a pont. És az a szó, hogy térjetek meg, az a halak visszatérésének a fogalma volt, és amelyik hal nem volt észnél, nem figyelt erre, az elpusztult, könyörtelenül. Nem minőségi változás, nem korrigáció az irányban, hanem életmentés. Túlél, visszatérek az életbe, vagy megyek tovább a halálba? Ez nem vallási kérdés ma a mi kultúránkban. Ez a családoknak a kérdése, közösségeknek a kérdése, életnek a kérdése, hogy megfordulunk, változtatunk, vagy ha ezen az úton megyünk tovább, ha úgy élünk tovább, mi, mint család, mint közösség, úgy élek én tovább, mint egy egyén, akkor ennek halál lesz a vége. A kapcsolatom halála, hitvessel, gyermekkel, baráttal, önmagammal, vagy nagyon sokszor az életemnek a halála. Mert magunk vagyunk a legönpusztítóbb.
nem egy szimbolikus pillanat. És most, amikor látjuk, hogy mennyien meghalnak mellettünk, akkor nagyon veszélyes tovább úszni, tovább menni a holttenger felé, ahol már nem lesz élet, már nem lesz esélye. A másik, amikor Jézus azt mondja, hogy jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ezt mindig úgy gondolják, hogy akkor ezek a papok, a szerzetesek, rossz esetben még a püspök, tehát úgy valaki így az egyházi méltóságon van. Minden ember emberhalász. Minden ember a maga környezetében, családjában, munkahelyén hat az embertársaira. Kimentem az élet szorító hálójából, vagy benne hagyom, vagy engedem, hogy szenvedjen benne. Mind dolgozom, mi van az én szívemben? A mellettem élő szabadabbnak, boldogabbnak érzi magát az élet szorításából, vagy még én is húztam rajta egyet. Még én is nehezítettem az életet. És ha Jézus arra hív, hogy több, szabadabb, boldogabb életünk legyen, aki megtapasztalt, és remélem, hogy itt vannak gyönyörű felnőttek, megtapasztaltuk már a szeretet, az igazi szép szeretetnek a szabadság. És nem létezik más szabadság. Mert ami nem az igazi szép szeretet szabadsága, az rabság. Olyan rabság, amely megakadályoz a szépben és a jóban, és amely megnehezíti az életünket a jövő felé. Díjakat fogunk átadni, vannak, akiknek kötelezőképpen jár ez a díj, mert végigérték a tüket, szolgálatát, és vannak, akik letettek az asztalra valami szépet és jót. Én egyet szeretnék kiemelni, nem sajnálom, az ifjúsági díjazottal nem tudtam előtte találkozni, kérnék egy kézfelemelést, hogy itt van-e. Itt van? Itt. Na, szevasz, nagyon köszönöm. Nagyon jó. Örülök neked. Azért merem kiemelni, mert a médiában megjelent, tehát nem ilyen gyónási titok szinten fogok most beszélni. Kristóf a könyves mesterségnek a nagy díját elnyert, és most itt ezt húzzuk alá. Én nagyon köszönöm először is, hogy ő megkapja ezt a díjat. És ami vele történt és történik, az minden díjazottal történik, és minden emberrel kell, hogy történjen. Remélem, itt vannak a szülei, itt van a lélekben, itt van a mester, aki oktatta, akitől elsajátította a mesterséget, hogy amit tesz, azt kiválóan tegye. Ezt írja róla, ezt mondja az oktatója. Ő egy olyan tanuló, aki országosan is bebizonyította képességeit. De mondok inkább egy jellemző tényt. Ez a fiatalember egyedül, önállóan tud dolgozni. Ott merem hagyni dolgozni. Nem szokott elbizonytalanodni. Kiváló adottságai akadtak, rendes, megbízható kollégának számít. A mester tanít, és megtanuljunk egy mesterséget, amiben nagyon fontos, mint itt ez az énekkar, én egy tükedíjat megszavaztam most eddig, amit produkáltak, amikor profizmus, nem akarom befolyásolni a főnököket, többet nem írnak meg. De amikor valaki így a közösségért valami profit, valami gazdagot ad, azt látjuk és jutalmazzuk,
De igazából megtanuljuk a gépjárművezetés sok mindent, a zenét, hogy kell a hangszert jól fogni. Biztos önök is el tudják, hogy ki volt a mestere. Láttam a tanítványokat sokszor a profik mellett, akik kezdik elsajátítani. De az életet, a szeretetet, a szolgálatot, a jóságot, azt egy iskolában tanuljuk, a család iskolájában. Minden szülő, minden édesanyja, minden édesapa az életnek a mestere. És amikor ebből az iskolából kilépünk, akkor aki abba hagyja a tanulást, látjuk, az zsákutcába kerül. Kell az életünk végéig egy mester, és mindenki választ magának. Az életem vezetését, kitől tanulom, kire bízom. Aki kéznél van, az internetre, a barátokra, vagy van egy profi, akitől merek tanulni. És Jézus azt mondta, jöjjetek utána. Azaz, én tudom, hogy kell az élet hangszereit megfogni. Tudom, hogy kell hozzáérni, hogy kell azt a hangot képezni, hogy szépen szóljon. Jöjjetek utána. Én vállalom, hogy megtanítanak titeket. És az a sok-sok szenvedés családban, egyéni életben onnan van, hogy nincs mesterünk. Félünk az egyetlen és biztos igazi mestertől, aki tudja, hogy ki az ember, és hogy kell segíteni. Ki azt mondja, jöjjetek hozzá utána. De ez nem önmagáért való lét, mert az ember az egyetlen a Földön, aki boldogtalan, ha önmagáért van, hanem ez küldetés. Ember halászokká teszlek titeket. Azaz rátok bízott embereket. Vigyázzatok rá. Tegyétek őket a szeretetben, a jóságban, szabaddá, boldoggá, derűssé. Ezt az életet szeretővé. Köszönöm mindazoknak, akik ebben részt vesznek, és akik kaptak díjat, örüljenek neki, jó szívvel mondom, de akik nem kapnak, higgyék el, az élet igazi tüködíját mindenki megkapja, a meri vállalni azt a küldetést, azt a feladatot, amit egyedi módon kapott itt a Földön, ha hiszik, ha nem, Istentől. Vannak dolgok az életben, amelyek függetlenek attól, hogy hiszek benne, vagy sem. És ez a küldetés ilyen. De ha jól élek vele, akkor a saját életemnek teljessége és öröme lesz benne. Az ifjúsági díjasnak, ott a család, ott az iskola mestere, és gondolom sok szaki, akitől a fogásokat elveste, és mester lesz belőle. És jó mester, ha másokat is megtanít erre, és boldog mester, ha, amit a tanára kiemelt, kolléga, társ, ha család, ha közösség, a barátság lesz mellette, mert ettől teljes. És azt kívánom, hogy ennek az öröme, ennek a biztonsága kísérje életünket, és merjünk a mester szemébe nézni. Jól fogom a szerszámot, életem kőműves kanalát, jól helyezem el a szeretet tégláit, jól adom a szeretet ajándékait, hogy abból majd
épület, élet, sors, szeretetet, jóságot továbbadó élet legyen. Kértem erőt, és adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket. Kértem, adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Kértem kegyelmeket, és adott Isten lehetőségeket kapcsolódni a kegyelemhez. Semmit sem kaptam, amit akartam. Megkaptam mindent, amire szükségem volt. Egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Élettől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus vagy a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozom testvéreim, hogy ne az emberi bölcsesség, hanem Isten gondolatai irányítsák életünket. Urunk, Te meghívtál minket egyházad közösségébe, add, hogy jóságos közelségednek látható jelei legyünk a Földön. Kérünk, hallgass meg minket. Add, hogy egy szívvel és lélekkel tartsunk ki a szeretett közösségben veled és embertársainkkal, jó cselekedetekben, imádságban és a Szent Mise ünneplésben. Kérünk, hallgass meg minket. Ajándékozz meg bennünket a szív változságával, hogy keresztény életünket hitelesen mutassuk be a világnak, példát mutatva mindenkinek a Krisztus melletti elkötelezettségre. Kérünk, hallgass meg minket. Agyvárosunknak te rád figyelő vezetőket és a te nevedben cselekvő polgárokat, akik országod építését tartják legfőbb hivatásuknak. Kérünk, a harcos minket. Urunk, a betegeinkért könyörgünk hozzád. Adj nekik türelmet a szenvedésben, reményt a gyógyulásban, és bölcsességet a te rád figyelésben. Kérünk, a harcos minket. Elhunyt szeretteinket, Józsefet, Miklóst, Pétert, Jenőt, Lászlót, Ilonát, Saroltát, Pált, Antalt, Lászlót, Délát és Józsefet, továbbá mindazokat, akik hozzád igyekeztek tartozni földi életükben, jutalmazd meg örök békességeddel. Kérünk, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, segíts kegyelmeddel, hogy szent igazságai lelkünkben őszinte vízhangra találjanak, és boldog örömmel járjon parancsaid útján Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten elő. Istenünk, fogadd atyai szeretettel, és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljünk föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Hálát adunk neked, szent és erős Istenünk, mert Te irányítod a világ sorsát, és gondot viselsz minden emberre. Te egy közösségbe gyűjtesz össze minket, hogy szabadat mindnyájan halljuk, és kövessünk fiadat élő hittel. Ő az út, aki elvezet hozzánk, az igazság, aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja szívünket. Nagy jóságodért hálát adunk, Atyánk, néked, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Az angyalokkal mi is együtt éneklünk, és fölséget dicséretére szegjük.
kényszerelés előtti estén, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontadik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Jóságos Atyánk, most ünnepi lélekkel megváltás emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életben, és feltámadásával eljutott te dicsőségedben. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzánk, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozz nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Hadd gyerünk mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz veszünk, hogy hitben és szeretetben egyekedjük egymással, egységben Ferenc pápánkkal és László püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei Atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, és légy irgalmas minden megvolthoz, akinek hitét csak te ismerted, támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár rád. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szentettel együtt, Urunk Jézus Krisztus által téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általam, ő velem, és ő bennem, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Mindnyájunknak
Ott vannak az életünkben a mestereink, akik már meghaltak, és akik még élnek. És ott vannak azok, akiknek nekünk kell, hogy mesterei legyünk. A szeretetben, a szolgálatban, az életvezetésben. Értük, imádkozzunk, rájuk gondoljunk. Amikor most valahogy próbáljuk meg ugyanilyen egységesen, szívvel, lélekkel, ittel mondani a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te hozzád, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a szent lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne védkeinket nézzen, hanem egyházat ítél, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Thank you.
örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Életünk minőségét az adja meg, hogy jó szívvel, jósággal vagyunk-e jelen ott, ahol vagyunk. Nagyon ritkán történik meg velünk. Általában nem vagyunk ott. Én nagy örömmel köszönöm meg, hogy ebben az órában, azt gondolom, önök is úgy érezték, hogy mindenki itt volt. És ez a jelenlét mindig érezhető. És egy közösségnek, egy családnak, életnek ez adja az igazi gazdagságát, örömét. Kívánom, hogy legyenek jelen sorsukban, jól vezessék, és merjenek tanulni a jó Mestertől. További szép estét, szolgálatot kívánok. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ér, mondjuk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.